Nagyon örülünk annak, hogy nagyon sokan látogattak ide, és kígyózó sorok vannak még most is kint az épület előtt. Idén először csatlakozott a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága ehhez a programsorozathoz. Egyébként a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön mellett működő Börtönmúzeum minden évben részt vett ezen a rendezvényen, de azt gondoltuk, hogy elhozzuk a fővárosba, és szélesebb körben bemutatjuk azokat a dolgokat, hogy mivel foglalkozunk mi nap mint nap a börtönökben, illetve be szeretnénk mutatni azt, amire büszkék vagyunk, és joggal büszkék lehetünk, a büntetésvégrehajtási szervezet múltját és jelenét. Számos programmal kedveskedünk a hozzánk látogatóknak, be tudjuk mutatni a régi kor büntetési eszközeit, tehát a kalodát, a derest kipróbálhatják, kalodaszelfit készíthetnek az érdeklődők, a kíváncsiskodók. A kollégáim megöttem a mostanában használt kényszerítő eszközöket, bilincset, a lábbilincs, kézbilincs, vezetőszíjat, azt, amivel a fogvatartottakat nap mint nap szállítjuk, előállítjuk. A Börtönmúzeum Sátoraljaújhelyről is ellátogatott, egy vándorkiállítást hozott, nagyon szuper látnivalók vannak egyébként, és mint minden rendezvényünkön, bárhova ellátogatunk eseményre, természetesen toborzó standot is állítottunk fel, hiszen várjuk hozzánk azokat a személyeket, akik szeretnének a büntetésvégrehajtásnál dolgozni. És ugye a parancsnokság épületében.